Üdvözlök mindenkit, ez itt az Infókisokos, a VGK informatikai podcast műsora. Berkó Norbert vagyok. Tegnapi nap folyamán az Informatika a Látássérültekért Alapítvány bejelentette, hogy megjelent a JAWS képernyőolvasó, a ZoomText képernyőnagyító és a kettőt egyesítő Fusion szoftverek 2023-as kiadása. Arra gondoltam, hogy hát ha vannak a tagságból hozzám hasonlóan olyan emberek, akik szeretnék úgy feltelepíteni ezt az új szoftvert, jelen esetben a JAWS-ra gondolok, hogy előtte teljes egészében eltávolítják a régi szoftverüket, 2022-t vagy régebbit, és egy új telepítést hajtanak végre, egész egyszerűen azért, mert nincs szükségünk arra, hogy más régi JAWS-t használjunk, helyette szeretnénk egyet, de azt megbízhatóan használni. Ezt szeretném bemutatni, remélem, hogy sok mindenkinek hasznára lesz. Ahhoz, hogy teljesen el tudjam távolítani a JAWS-t, szükségem lesz egy másik képernyőolvasóra, én az NVDA-t fogom használni, de használható még a narrátor is, ami a Windows-ban gyárilag benne van. A narrátort bekapcsolni, illetve kikapcsolni a Ctrl Windows Enter billentyű parancssal lehet, ezzel is el lehet végezni a JAWS-nak az eltávolítását, de én most az NVDA-t használom majd, mert egyszerűen annak a hangját jobban szeretem, jobban kézre áll nekem, de ez mindenkinek a maga döntése. Első lépésként le fogom tölteni a JAWS 2023-at az infoalap.hu weboldalról, ezt még JAWS-zal. Indítom is a Google Chrome-ot. Új lap Google Chrome eszköztár cím és keresősáv szerkesztőmező CTRL plusz L. Kicsit lassítok a beszéden, hát ha valakinek túl gyors lenne. Lassabban. És beírom, hogy infoalap.hu, ahogy bejött a Google Chrome, már is lehet írni. Infoalap.hu, kijelölve N. Ki is egészítette, Entert nyomok. Infoalap.hu, kijelölve Informatika a Látássérültekért Alapítvány Google Chrome Informatika. Elhallgattattam egy kontrollal. Insert F7-tel nyitok egy hivatkozás listát. Hivatkozások listája párbeszéd panel. Hivatkozások lista nézet. L betűvel megkeresem a letöltéseket. L letöltések 10x53. Enterrel aktiválom. Itt nem mindig mond valamit, de hogyha lefelé nyillal megyek, akkor már remélhetőleg több információt kapok. Hivatkozás tananyagok. Első lefelé nyírva nem mondott semmit, de másodikra mondta a tananyagokat. Vissza kell mennünk egyet fölfelé nyillal. Hivatkozás szoftverek. Entert nyomok. Szoftverek informatika a látássérültekért alapítvány. Szoftverek informatika a látás kedves. Ezt is elhallgattatom. Control Home-mal fölmegyek az oldal tetejére. Szoftverek informatika a látássérültekért alapítvány. És H betűvel megyek a címsorokon, addig, amíg a JAWS-ra vonatkozó információk kezdetét meg nem hallom. Software Fusio JAWS for Windows 2023 képernyőolvasó program magyar nyelvű bemutató változata második címsor szint. Innen viszont már csak lefelé nyillal haladok. JAWS for Windows 2023.2210 Professional of Linux 64 telepítő 1081.87 MB. Még egy lefelé nyíl. Hivatkozás JAWS for Windows 2023.2210 Professional of Linux 64 telepítő letöltése. Ez nekem pont meg is felel, úgyhogy Entert nyomok rá. Figyelmeztetés J2023.2210.29.400 of Linux64.exe 1,1 GB letöltése. Közben megnézem H betűvel, hát ha találok Profivoxos címsort is. A Profivox ugye az a beszédhang, ami most nekem a gépen beszél. Én szeretném azt is letölteni,
Nem biztos, hogy el fogom távolítani, de biztos, ami biztos, azért meglegyen. Tehát H betűvel haladok lefelé, remélhetőleg a Profivoxig. Fusion 2000 Jafsforvi Profivox magyar nyelvű beszéd szintetizátor harmadik címsor szint. És itt is lefelé nyillal megyek tovább, amíg a hivatkozást, a Profivoxos hivatkozást meg nem hallom. Profivox magyar nyelvű hivatkozás, Profivox magyar nyelvű beszéd szintetizátor letöltése. Entert nyomok. Az eInfoAlap.hu a következőre kér engedélyt. Több fájl letöltése, párbeszéd panel. És itt tabbal engedélyezem neki, hogy egyszerre több fájlt töltsön le. Az eInfoAlap engedélyezés gomb. Kettő darab tabot nyomtam, és most pedig egy entert fogok. Figyelmeztetés, Profivox Installer 1.exe 183 MB letöltése, szoftverek informatika. Kimegyek az asztalra, és... Asztal, mappa nézet, lista nézet, Google Chrome 7x25. Azért mentem csak ki, hogy ne szóljon bele a beszédembe, lehetőleg. Tehát addig elindítom az NVDA képernyőolvasót, a JAWS-ból insert F4-gel lépek ki. A JavShell távolítása. Nem kért megerősítést, tehát nem kérdezte meg, hogy ki szeretnék elépni, mert én úgy állítottam be, hogy ha az insert F4-et megnyomom, akkor automatikusan lépjen ki. Indítom az NVDA-t. A gyári billentyű parancsa az Ctrl-Alt-Shift Nándor betű. Ezt fogom megnyomni. Tálca. Működik is. Közben megcsinálom a mentést, mert a saját beállításaimat a JAWS-ból szeretném kimenteni, illetve az aktivációját, a JAWS aktivációját tartalmazó mappát, az aktivátor mappát is el fogom menteni, mert ezeket később a 2023-as változatba vissza fogom tenni, hogy újra úgy működjön, ahogy azt én megszoktam a korábbi változatban. Ahhoz, hogy a saját beállítási fájlainkat le tudjuk menteni, talán a legegyszerűbb az, hogyha nyitunk egy fájlkezelőt Windows E-vel. E. Ez a gép ablak, elemek nézete, lista, mappák, elemcsoport, nyitva, fanézet, első szín. Ctrl László betűvel a címsorba lépek. Cím kombinált lista menő zárva, szerkesztő menő C, ez a gép kijelölve. Aztán elkezdem beírni, hogy százalékjel, az Shift 5-össel bevihető, tehát százalék. Százalék, a kijelölés törölve. Aladár Péter Péter, tehát APP. APP. Data, Dénes, Aladár, Tamás, Aladár, és megint egy százalékjel. Százalék. Itt vannak minden programnak a saját beállításai, így a JAWS-nak is. Egyébként ezt a start menüből is el lehet érni. Én gyorsabban szeretnék most egy kicsit haladni, úgyhogy azért nem úgy fogom mutatni. És miután beírtuk ezt a százalék, app data százalék szöveget a címsorba, nyomok egy entert. Fanézet, elemek nézete, lista, ami nincs kijelölve 1x20. F betűvel megkeresem a Freedom Scientific mappát. F, Freedom Scientific 7x20. Ebbe belemegyek. Elemek nézete lista, Jans nincs kijelölve 1x5. A JAWS-t is kijelölöm a szóközzel, hogy ebbe is bele tudjak menni enterrel. Szóköz kijelölve. Enter. Elemek nézete lista, 2021 nincs kijelölve 1x2. És én most a 2022 mappát fogom innen kimásolni. 2022 2x2. Ezt egy lefelé nyíllal kerestem meg, nyomok rajta egy Ctrl-C-t, nyomok jó pár darab backspace-t, amíg föl nem ismerem, hogy hol vagyok. A dokumentumok mappába fogom beletenni. Elemek nézete lista, Jans egyper. Elemek nézete lista, Freedom Sci. Elemek nézete lista, mappák, elemcsoport nyitva, fanézet, első szint, ez a gép nyitva, 2x3. Nekem ezzel indul ugye a fájlkezelő, amikor a Windows E-t lenyomom, de alapértelmezetten a gyakori mappákkal indul mindenkinek, hogyha nem állította át a vezérlőpulton belül a fájlkezelő beállításaiban,
ott lehet ezt megtenni, hogy a gyakori mappákat mutassa, vagy az ez a gépet. Nálam az ez a gép van bejelölve, azért néz így ki. D betűvel megkeresem a dokumentumokat. D. Elemek némete lista. Mappák elemcsoport nyitva. Dokumentumok első sor harmadik oszlop 3/10. Entert nyomok. Dokumentumok. Fanémet. Elemek némete lista. Adatforrások nincs kijelölve 1/10. És Windows 10-ben már, lehet, hogy a korábbi Windowsokban is, de Windows 10-ben biztosan, Ctrl-Shift Nándor betűvel tudok létrehozni új mappát. Én most csinálok ezzel egy Jaws mappát. Tehát Ctrl-Shift-N. Új mappa szerkesztőmező, új mappa kijelölve. J, aki a dupla S. Enterrel létrehozom a mappát. Jans 19/19. Még egy Enterrel belemegyek. És Ctrl-V-vel ide beillesztem a 2022-es mappát. Folyamatban Jans ablak, elemek némete lista, 2022, 1/1. Most visszamegyek a meghajtóim listájára, megkeresem a C meghajtót, backspace-szel visszalépek. Elemek némete lista, Jans 2/19. Egy backspace, még egy. Elemek némete lista, mappák elemcsoport nyitva, dokumentumok első sor harmadik oszlop 3/10, fanémet. Elemek némete lista, mappák elemcsoport nyitva, dokumentumok első sor harmadik oszlop 3/10. H betűvel megkeresem a helyi lemez C meghajtót. H. Eszközök és meghajtók elemcsoport nyitva. Helyi lemez C. Első sor első oszlop. Helyi lemez C. Fanémet. Elemek némete lista. Rother nincs. Most P betűvel a program files mappát. P. Perflogs 4/P. Program files 5/8. Megint enterrel belemegyek. Elemek némete lista. PM-et mit nincs kijelölve 1/36. F betűvel Freedom Scientific mappa. F. Freedom Scientific 7/36. Entert nyomok. Elemek némete lista. Aktivátor nincs kijelölve 1/8. És ez az aktivátor mappa kell nekem. Kijelölöm. Szóköz. Kijelölve. Ctrl-C-vel vágólapra teszem. Backspace-szel kimegyek, amíg egy szinten nem leszek a dokumentumok mappával. Elemek némete lista. Program files 5/8. Elemek némete lista, eszközök és meghajtók elemcsoport nyitva, helyi lemez C, D, mappák elemcsoport nyitva, dokumentumok első sor harmadik oszlop 3/10. Tehát ebben a fájlkezelőben a meghajtók és a dokumentumok mappa az egy szinten van, azért amikor visszaugrott a kurzorom a helyi lemez C-re, tudtam már egy D betűt nyomni, itt Entert nyomok. Dokumentumok, fanémet, elemek némete lista, adatforrások nincs kijelölve 1/19. J, mint János betűvel megkeresem a Jaws mappát. J, Jans 2/19. Entert nyomok. Elemek némete lista, 2022 nincs kijelölve 1/1. És beillesztem Ctrl-V-vel az aktivátor mappát ide. Aktivátor 2/2. Ez volt a biztonsági mentés, fájlkezelőt Alt+F4-jel bezárom. Asztal lista, Doblets Chrome 7/25. Alt-tabbal visszamegyek a Chrome ablakba. Szoftverek informatika látássérültekért alapítvány Doblets Chrome. Szoftverek informatika látássérültekért alapítvány dokumentum. Főtartalom terület. Kattintható főtartalom. Elnémítom. Ctrl J mint Jánossal be tudok venni a letöltések listájába, és itt meg tudom nézni, hogy letöltöttek-e már a fájjaim. Tehát Ctrl-J. Letöltések keresése szerkesztőmező üres. Escape-vel innen kilépünk. És megyek lefelé, amíg meg nem hallom a letöltött fájjaimnak a nevét, és ott vagy azt fogja írni, hogy szünet, vagy azt, hogy tartalmazó mappa megnyitása, de ezt mindjárt megmutatom, hogy hogy néz ki a valóságban. Menüdombbal menütom táblázat 20 sorral és 4 oszloppal kattintható címsor második szint ma. Első sor első oszlop hivatkozás Profibox Installer 1.exe. Második oszlop hivatkozás HTTPS. Harmadik oszlop hivatkozás megjelenítés mappában. Tehát ebből lehet tudni, amikor itt van ez a megjelenítés mappában, hogy ez már letöltődött, sőt, mivel kirakott a fájl neve után egy egyes számot, az élelmesebbek azt is megfigyelhették, hogy ez a Profibox Installer nevű fájl, ez már
Nekem egyszer le volt töltve, csak nem emlékeztem rá. Megyek tovább lefelé nyillal. Negyedik oszlop gomb a profil kattintható második sor első oszlop hivatkozás J2023.2210.29.400 offline x64.exe. Második oszlop hivatkozás HTTPS hivatkozás és refresh egyenlő 6 harmadik oszlop hivatkozás megjelenítés mappában. Ebből is lehet tudni, most már ez is letöltődött, nagyon jó. Be tudjuk zárni Alt F4-gyel az egész böngészőt. Asztal lista, Droplets, Chrome 7/25. És most neki lehet látnunk annak, hogy teljes mértékben eltávolítsuk a Jaws-t, a régebbi Jaws-t. Ennek is több módja lehet. Én jobban szeretem a futtatásba beírni a megfelelő parancsot, aminek a hatására sikerül a programok és szolgáltatások jól megszokott felületére lépni. Tehát Windows plusz R-rel behívom a futtatás ablakot. Futtatás párbeszéd panel adja meg a program, a mappa, a dokumentum vagy az internetes erőforrás nevét, és a Windows megnyitja azt megnyitás. Kombinált lista menő zárva, szerkesztő menő Alt M kijelölve. Itt ugye megjegyezte az utolsóként beírt parancsot, azért szerepel itt az NVDA. És itt be kell írnunk azt a parancsot, hogy appviz.cpl, tehát Aladár, a kijelölés törölve, Péter, Péter, dupla V, Ibolya, Zoltán, pont, Cecil, Péter, László, appviz.cpl, Entert nyomok. Szöasztal programok és szolgáltatások. Azért szeretem jobban ezt a régi felületet, mert itt még kezdőbetűvel meg lehet keresni azt a programot, amit szeretnék eltávolítani. Ezt én így szoktam meg. Van már a Windows 10-ben és a 11-ben is a gépházon belül erre lehetőség. Számomra az nem tűnik annyira kényelmesnek, de ez még megfelelő. F betűvel megkeresem a Freedom Scientific Jaws programot, és aztán valamelyik verzió számát fogja mondani. F. Felsáv F, mappa német lista, fejlét ellenőrzés lista, név oszlop F, Freedom Scientific Jaws 2022, közzétem. Kellett nekem tabot nyomni, meg shift tabot ahhoz, hogy megszólaljon, mert amikor F betűt nyomtam, akkor nem szólalt meg. Most viszont ráugrott, ezt megmutatom még egyszer, fölmegyek home-mal a tetejére. A Microsoft Edge WebVM 2 futtató környezete, közzétem ő. És most vagyok végre benne a listában, ha F betűt nyomok. F, Freedom Scientific FS Reader 3.0, közzétevő, Freedom Scientific, telepítve, 2022. Innen már egyet lemegyek. Freedom Scientific Jaws 2022, közzétevő. És a lenyillal megkerestem a Jaws 2022-t, őt szeretném majd eltávolítani, nyomok egy menügombot, illetve ezen a billentyűzeten nincsen menügomb, úgyhogy egy Shift F10-et. Környezet menü. Eltávolítás V. És lefelé nyilván megkeresem az eltávolítást. Biztonsági képernyő. Felhasználói fiókok felügyelete párbeszéd panel felhasználói fiókok felügyelete engedélyezi, hogy ez az alkalmazás módosításokat hajtson végre az eszközön. Alkalmazás eltávolítása vagy módosítása ellenőrzött gyártó. Microsoft Windows több részlet. Nem gombolt, nő. Tehát alapból a nem gombom van, hogy nem engedélyezzük, hogy módosításokat hajtson végre a program a rendszerünkön, de engedélyezzük egy Alt plusz I, mint Ibolya megnyomásával. Programok és szolga ismeretlen Jaws telepítésének indítása és Jaws eltávolítása ablak megosztott komponensek eltávolítása. Tehát van itt egy olyan, hogy megosztott komponensek eltávolítása, meg is mutatom. Insert tabbal tudjuk ezt megnézni. Megosztott komponensek eltávolítása jelölő négyzet aktív, nincs bejelölve. Ezt én bejelölöm, hiszen mindent mentettünk. Majd az új 2023-as Jaws, az visszatesz magának minden olyat, ami kell neki. Bejelölve. Tabbal tovább megyünk. A felhasználói beállítások megtartása nem okoz hibát a számítógépen.
Felhasználói beállítások törlése jelölő négyzet nincs bejelölve. Elnézést, itt a két beszédprogramnak, illetve beszédhang együttes működéséért, de az egyiket a JAWS telepítője csinálja, a másikat meg az NVIDIA, és én nem kapcsoltam ki az NVIDIA-t. Tehát a felhasználói fájlok törlését is bejelölöm. Bejelölve. És Enterrel folytatom a telepítést. A JAWS eltávolítása párbeszédpanel. A JAWS eltávolítása folyamatban van. A kilépéshez nyomja meg az escape billentyűt. Folyamatjelző. 0-100. Rosszul mondtam, mert ezt nem a JAWS telepítője csinálja, hanem még maga a JAWS ilyenkor telepítve van, és a vocalizer hang is beszél az NVIDIA-val együtt. Ezt most másképp nem tudtam megoldani, de azért talán így is érthető. A kattogó hang pedig jelzi nekünk, hogy az eltávolítás halad, JAWS eltávolítása. 50%. 60%. A JAWS eltávolítása párbeszédpanel. A JAWS eltávolítása sikeresen befejeződött. Bezárás gomb. Nyomunk erre a bezárás gombra egy Entert. Információ párbeszédpanel. A telepítő olyan változtatásokat hajtott végre, amelyek a számítógép újraindítását igénylik. Szeretnéd újraindítani most? Igen gomb. Tabbal én a nemet fogom választani. Nem gomb. És Entert nyomok. Programok és szolgáltatások. Mappa német lista. Freedom Scientific Jans 2022. Közzétevő. Freedom Scientific. Telepítve. Programok és szolgáltatások ablakot egyelőre be lehet zárni. Alt F4. Asztal lista. Doblex Chrome 7/25. Amiért én nem indítottam most újra a gépet rögtön, az annyi, hogy az elsődleges képernyőolvasóm nekem a JAWS volt eddig, most egy ideiglenes állapotban az NVIDIA lesz az elsődleges képernyőolvasó, úgyhogy megnézem, hogy amikor legközelebb a számítógép újra fog indulni, akkor az NVIDIA elindul-e majd magától. Caps Lock N-nel bemegyek az NVIDIA menüjébe. NVIDIA menü. Lefelé nyillal megkeresem a beállítások almenüt. Beállítások almenü B. Jobbra nyillal kinyitom. Beállítások B. Enterrel megnyitom ezt a beállítások. Az NVIDIA beállításai. Általános alapértelmezett konfiguráció. Elnémítottam kontrollal, és keresek olyat, hogy az NVIDIA elindítása bejelentkezéskor tabbal fogok most haladni. Általános a beáll lehető hangjel naplóza az NVIDIA elindítása bejelentkezés után jelölő négyzet bejelölve. Jó, ezt én már korábban bejelöltem. Tabot nyomok még. Az NVIDIA elindítása a Windows bejelentkező képernyő használatakor rendszergazdai jobb szükséges jelölő négyzet bejelölve Alt V. Ez is be van jelölve. Még egy tab. Az aktuális beállítások használata a bejelentkező és egyéb biztonsági képernyőkön rendszergazdai jobb szükséges gomb Alt K. Ezt én most aktiválni fogom. Azért, hogy a bejelentkező képernyőkön, amikor például a felhasználói fiókok felügyelete megszólal, akkor se a Szabolcs hang beszéljen, hanem ez a jól megszokott eSpeak hang. Szó, beáll biztonsági képernyő. Felhasználói fiókok felügyelete párbeszédpanel felhasználói fiókok felügyelete enged. Engedélyezzük Alt plusz I-vel. Beállít sikeres párbeszédpanel az NVIDIA beállítások sikeresen másolva. Ok gomb. Entert nyomunk az okéra. Az NVIDIA beállításai. Általános alapé. Tabbal megkeresem az oké gombot. Ok gomb. És megint Entert nyomok. Asztal lista. Doblex Chrome 7/25. Most az asztalon vagyok. Alt F4-gyel előhívom a Windowsnak a leállítás párbeszédpanelét, és újraindítással újraindítom a gépet. A Windows leállítása pár újraindítás. Asztal B. Asztal ablak. Tálca. Most, hogy újraindult a gépem,
Futtatás ablakot megint előhívom, Windows plus Robert-el. Futtatás párbeszéd panel adja meg a program, a mappa, a dokumentum vagy az internetes erőforrás nevét, és a Windows megnyitja azt megnyitás. Kombinált lista menő zárva, szerkesztő menő altem, appviz.cpl kijelölve. És ez kell nekünk, ide be volt írva régebben az appviz.cpl, ez visz a programok és szolgáltatások ablakba, úgyhogy enterre lesz most. Elindítom. Szöveg. Programok és szolgáltatások. Mappa német lista. És lefelé nyílen haladok, hogy megnézzem, hogy mit kell eltávolítani. A Microsoft Edge WebVM 2 futtatók. A Bilifine Reaver 15. A Playmobile Bevitz. A Playsoft Mare Bonjour. Beltoads Pad. Freedom Scientific FS Reaver 3.0. Közzétevő. Freedom Scientific. Telepítve. Ezt nem kötelező eltávolítani, de én mindent el szoktam ilyenkor, amikor új Joe-t telepítek, ha kötelező, ha nem, nem azért, mert feltétlenül muszáj, azért, mert én így szoktam meg, nekem így kényelmes, és ha akarják, akkor önök is így csinálják, ha nem, akkor pedig mindenki előtt nyitva a másik út is. Környezet menü. Helyi menüt nyomtam. Eltávolítás V. Lefelé nyíllal megkerestem az eltávolítást, Enter. Biztonsági képernyő. Felhasználói fiókok felügyelete pár. És programok és szolgáltatások. Mappa német lista. Freedom Scientific FS Reaver 3.0. Közzétevő. Freedom Ilyenkor, amikor ez a felhasználói fiókok felügyelete előkerül, akkor én csak nyomok rá egy Alt plusz I-t, és folytatódik a eltávolítás. Megnézzük insert tabbal, hogy van-e itt valami, amit esetleg le kell okézni. Goblet Chrome. Közzétevő. Doble LLC. Nincs. Altabbal is körülnézünk. Programok és szolgáltatások. Programok és szolgáltatások. Mappa német lista. A Microsoft Edge WebVM. Akkor ezre nem kellett beavatkozni. Megyünk lefelé. A Bilifin Apple Apponyo Beltot Doble Chrome. Közzétevő. Doble LLC. Telepítve. 2020. És itt ugye az előbb még itt volt a Freedom Scientific FS Reader, de már nincs, úgyhogy ez eltávolításra került. Megyünk még le. Sentinel System Primer Installer 7.6.1, közzétevő, Schaffenet, Inc. Ez is a Joe-hoz tartozik, tehát ezt is el lehet távolítani. Nem biztos, hogy kell, és lehet, hogy butaság. Én a Profivoxot is el szoktam távolítani. Biztos, ami biztos. Profivox szövegfelolvasó 64 bit. Kezdjünk ezzel. Helyi menü, illetve menügomb. Környezet menü. Eltávolít. Biztonsági képernyő. Profivox szövegfelolvasó eltávolító párbe. Ugye itt Alt-I-t nyomtam, ahogy már az előbb is. Nem gomb aktív Alt-N. Insert B-vel felolvastatjuk, hogy mit szeretne kérdezni tőlünk? Profivox szövegfelolvasó eltávolító párbeszéd panel biztosan teljesen el szeretné távolítani a Profivox szövegfelolvasót és annak összes összetevőjét. Én most ezt szeretném, úgyhogy tabbal az igent megkeresem. Igen, gomb alti. Enter. Profivox szövegfelolvasó eltávolító párbeszéd panel a Profivox szövegfelolvasó sikeresen el lett távolítva a számítógépéről. Ok, gomb. Entert nyomok. Programok és szolgáltatások. Mappa német lista. Sentinel System. A Microsoft. És ilyenkor visszaugrik az elejére a listának, de S betűvel meg tudjuk keresni ezt a... S. Sentinel System Primer Installer. Sentinel System Driver Installert. Menügomb. Környezet menü. Lefelé nyíl a eltávolítás. Eltávolítás V. Enter. Programok és szolgáltatások párbeszéd panel biztosan elkívánja. Nem gomb aktív Alt-N. Insert tabbal szoktam megnézni, hogy melyiken vagyok éppen. Most azt azon vagyok, hogy nem, tehát nem kívánom eltávolítani, tabbal megkeresem az igent. A jövőben ne jelenjen meg ez a igen gomb Alt-I. Mert el szeretném távolítani ezt a programot is, Enter. Biztonsági képernyő, felhasználói, Sentinel System Primer Installer 7.6.1 párbeszéd panel, jó most restart your system for Hetson Figuration Zhanges Maveto Sentinel System Primer Installer 7.6.1 totake effect. Slitsk yes to restart no or no if you plan to restart later, yes gomb alt y. Most nyugodtan újraindíthatjuk a számítógépet,
hogy be tudja fejezni az eltávolítást. Entert nyomok. Senti nevi. Asztal ablak. Tálca. Futtatásban megint megkeressük majd a appwiz.cpl-t. Windows R. Futtatás párbeszéd panel adja meg a program, a mappa, a dokumentum vagy az internetes erőforrás nevét, és a Windows megnyitja azt megnyitás. Kombinált lista menő zárva, szerkesztő menő alt m appwiz.cpl kijelölve. Entert ütök. Szöveg. Fájlkezelő, programok és szolgáltatások, mappa német lista. Lefelé nyíl a haladok. Total sum. Update for VLC Media Voxaliner Express Shime 2.2 Mariska Compact Közzétevő Freedom Scientifics Telepítve 2022. Amit eddig eltávolítottunk, az a Freedom Scientific Jaws 2022, a Freedom Scientific FS Reader, a Sentinel System Driver Installation, valamint a Profivox és most a Vocalizer. Tehát ezeket én szoktam eltávolítani, ez az én döntésem, én így szoktam, aztán ez csak egy támpont, mindenki úgy csinálja, hogy ő neki megfelel. Nyomok a Vocalizeren egy menügombot. Környezet menü. Lefelé nyíl. Eltávolítás V. Enter. Biztonsági képernyő. Nem várjuk meg. Felti. Program Windows Voxaliner Express Shime 2.2 Mariska Compact Tremome Voxaliner Express Shime 2.2 Mariska Compact Tesetup Wizard Will Remome Voxaliner Express Shime 2.2 Mariska Compact From Your Computer Zhoshe Remome Totsontinue Orson Celto Exit Tesetup Wizard Remome Dom Alter. Ugye mondta nekünk, hogy ha el akarjuk távolítani, akkor válasszuk a Remove-ot, ha nem, akkor meg a Cancel-t. Mi most a insert tabbal megnézzük, hogy hol vagyunk. Remove gomb aktív alter. Inkább kétszer nézzünk meg, kétszer győződjünk meg arról, hogy jó lehetőséget válasszunk, mint hogy kapkodásból valami nekünk később hátrányos dologba kerüljünk. A remove-on vagyunk, entert nyomok. Voxaliner Express Shime 2.2 Mariska Compact Voxaliner Express Shime 2.2 Mariska Compact Hasben Schutzes Fui Uninstallen Szóshethe finish button to exit hashetup wizard. Finish dom alt f. Entert nyomunk a finishre. Programok és szolgáltatások. Mappa német lista. Windows PC állap. A Microsoft Edge me- És megnézzük, hogy miket lehet még itt, vagy miket kell esetleg még eltávolítani. W. Windows PC állap. VLC Media Player. Közzétevő. Nekem a VLC után volt a Vocalizer. Ez is eltávolításra került, Alt F4-jel ezt én most bezárom, és mehetünk a következő lépésre. Asztal lista, Doblets, Rome 7x24. Most pedig megnézzük, hogy maradtak-e a Jaws után még mappák a Program Files mappán belül. Ha igen, akkor azokat kitöröljük. Windows L-vel fájlkezelőt nyitok. Ez a gép ablak, elemek némete lista, mappák ele. H betűvel keresem a helyi lemez címekhajtót. H. Elemek némete lista. Eszközök és meghajtók elemcsoport nyitva. Helyi lemez C. Első sor első oszlop. Entert nyomok. Helyi lemez C. Fanémet. Elemek némete lista. Protherni. P mint Péterrel. Program files mappába megyek. P. Perflogs P. Program files 5x8. Enter. Elemek némete lista. Bonyó nincs kijelölve 1x34. F, mint Ferenccel keresem a Freedom Scientific mappát. F, Freedom Scientific 6x34. És ezt most ki is törlöm innen. Úgyhogy ne kerüljenek bele a lomtárba. Shift Delt nyomok. Mappa törlése párbeszéd panel biztos benne, hogy végleg törli ezt a mappát. Freedom Scientific létrehozás dátuma. 2022. 02. 01. 15.56. Igen, gomb alt I. Most az igenem van, tehát én törölni szeretném, entert nyomok. A mappához való hozzáférés megtagadva, 10 elem törlése a program fi. Ilyenkor egy jobbra nyilat szoktam nyomni, meg egy vissza, balra nyilat. Kihagyás gomb alt K alt K. Tehát egy jobbra nyíl, most egy balra nyíl. Folytatás automatikus rendszer gazdai jogokkal gomb. És enter.
A művelet szüneteltetés program files ablak. Elemek nézete lista. Problem nincs kijelölve 6/33. Megnézzük a saját felhasználói mappánkban, hogy maradtak-e beállításfájaink. Bár bejelöltük egyébként, hogy ne maradjanak, de én mindig meg szoktam azért nézni. Ctrl-L, mint László. Cím kombinált lista menő zárva. Szerkesztő menő C. Beírjuk az előbb már használt százalék app data százalék karaktersorozatot. Százalék, a kijelölés törölve. Tehát százalék. A. Aladár. Péter, Péter. P. P. Dénes, Aladár. D. A. Tamás, T. Aladár. A. Megint egy százalékkel, ezt a Shift 5-össel lehet bevinni. Százalék. Enter. Elemek nézete lista, amiri nincs kijelölve 1/19. Majd F betűvel keressük itt is a Freedom Scientific mappát. F. Freedom Scientific 6/19. És ezt is kitörlöm Shift Dell-lel, hogy ne kerüljön a lomtárba. Mappa törlése párbeszéd panel biztos benne, hogy végleg törli ezt a mappát. Freedom Scientific létrehozás dátuma. 2021. 02. 03. 6/22. Igen, gomb alt I. Most is az igára került a fókusz, Entert nyomok. Roaming ablak, elemek nézete lista, Freedom Scientific 6/19. És most van az a pont, amikor már neki lehet állni a Jaws újratelepítésének. Én ennyire kiszoktam takarítani mindig az eltávolításnál a Jaws-t a gépről. Nekem ez így bevált, van, aki megtartja a régi változatot, ez mindenkinek ízlés dolga. Elemek nézet. Elemek nézete lista. Program files 5/8. Elemek nézete lista. Eszközök és meghajtók elemcsoport nyitva. Helyi lemez C. Első. Eddig az eszközök és meghajtókig kellett visszamenni, amíg nem mondta, hogy helyi lemez C. Backspace-szel mentem vissza. Most pedig az L, mint László betűvel. Keresem a letöltéseket. L. Mappák elemcsoport nyitva. Letöltések második sor második oszlop 5/11. Entert nyomok. Letöltések. Fanimet. Elemek nézete lista. Ma elemcsoport nyitva. Profibox installer 1.exe nincs kijelölve 1/36. J, mint Jánossal keresem a Jaws 2023-nak a telepítőjét. J. J. 2023.2210.29.400 offline x64.exe 2/36. Entert nyomok. Itt biztonsági képernyő. Felhasználói fiókok felügyelete pá. Ez pedig már a jól megszokott felhasználói fiókok felügyelete. Alt-I-vel jóvá hagyom, hogy indulhat a telepítés. I. Letöltések ablak. És Jaws telepítésének ismer. To start narrator for speech, press Control and Windows key and enter. Tehát elmondta, hogy ahhoz, hogy beszédtámogatást kapjunk a Jaws telepítése során, használjuk a Control Windows Enter billentyű parancsot ahhoz, hogy elindítsuk a narrátort, és a narrátor végigvezessen minket a telepítés folyamatán. Ezt egy enterrel jóvá hagyom. Elfogadom a licenc szerződés feltételeit jelölő négyzet nincs bejelölve. Bejelölöm szóközzel. Bejelölve. És Entert nyomok, és indul is a telepítés. Folyamatjel ismeretlen. Jaws telepítés ablak, bezárás gomb. Végzett is a telepítés, végig is ment. Entert nyomok a bezáráson. Jaws telepítési információk ablak, igen gomb. NVIDIA nem olvassa végig az egész ablakot, de ezt vagy Caps Lock B-vel, vagy Insert B-vel azért meg lehet tenni utólag. Jaws telepítési információk ablak, rendszer zárva szóköz. A telepítés olyan változtatásokkal járt, amelyek életbe léptetéséhez újra kell indítani a számítógépet. Szeretné újra indítani most? Ok gomb, folytatás gomb, igen gomb, igen, nem gomb, nem. Én most nem indítom újra, mert bemásolom a helyére az aktivátor mappát, és akkor már nem fogja kérni a hitelesítést. Úgyhogy tabbal megkeresem azt, hogy nem. Nem gomb. Entert nyomok. Aztán alt-tabbal visszamegyek a felkezelőbe. Letöltések első sor első oszlop. Letölti, legutóbbi helyek, felsáv, navisz, álla, elemek nézet, ma elemcsoport nyitva, jéké.
Nekem egy jó pár shift tabot kellett nyomni ahhoz, hogy visszakerüljek a fájlok listájára, itt a J2023 kezdetű fájra, ezzel kezdődik a fájlnak a neve. Én még föltelepítem a Profivoxot, az fölötte van most egyel, fölfelé nyilat nyomok. Profivox installer 1.exe, Enter 36. Enter. Windows dialog. Letöltések ablak, elemek nézete lista, ma elemcsó biztonsági képernyő. Letöltések ab, Profivox beszéd szintetizátor telepítő párbeszéd panel 0 soft install system v3.04 üdvözli az e-Profivox szövegfelolvasó telepítő varázsló az e-Profivox szövegfelolvasó telepítése következik a számítógépre. Javasoljuk, hogy indítás előtt zárja be a futó alkalmazásokat. Így a telepítő a rendszer újraindítása nélkül tudja frissíteni a szükséges rendszerfájlokat. Kattintson a továbbra a folytatáshoz. Tovább nagyobb gomb Alt-T. Alt-I-t nyomtam ugye, amikor ott jött megint ez a figyelmeztető hang felhasználói fiókok felügyeletével. Most pedig a tovább gombon van a fókusz, ezt meg is tudjuk nézni insert tabbal vagy caps lock tabbal. Tovább nagyobb gomb aktív Alt-T. Entert nyomok. Elfogadom. Tulajdonságlap, ha elfogadja a szerződés valamennyi feltételét, az elfogadom gombbal folytathatja. El kell fogadnia az e-Profivox szövegfelolvasó telepítéséhez. A Pagedon gombbal olvashatta el a szerződés folytatását, szerkesztőmező csak olvasható több soros korlátozott fel. Most nem olvassuk el a licensz szerződést, hanem tabbal megkeressük az elfogadás gombot. Kisebb visszagomb, elfogadom gomb Alt-E. Elfogadom gomb Enter. Tovább nagyobb, nem érhető el. Részletek gomb befejezés gomb Alt-B. Ennyire rövid idő alatt végig is ment, Entert nyomunk. Letöltések ablak, elemek nézete lista, ma elemcsoport nyitva, Profivox installer 1.exe 1/36. Megkeressük a dokumentumok mappánkat, egyet visszalépek Backspace-szel. Elemek nézete lista, mappák elemcsoport nyit, D, dokumentumok első sor 3, dokumentumok panel. Most a Joost. J, Jans 2/19. Ide is Enter. Elemek nézete lista 2022 nincs kijelölve 1/2. A beállításainkat azt van csak akkor fogom tudni visszamásolni a helyére valószínűleg, amikor már a Jaws egyszer elindult. Most az aktivátort másolom csak a helyére, lefelé nyilal megkeresem. Aktivátor 2/2. Ctrl-C. Backspace. Elemek nézete. Még. Elemek nézete. Még. Elemek nézete lista. Ez a gép első sor harmadik oszlop 3/29. Kicsit tovább mentem, mint kellett volna, mert most ez a gépen van, de semmi gond. Visszamegyek az ez a gépbe Enterrel. Elemek nézete lista. Mappák elemcsoport nyitva. Fanézet. Ez a gép nyitva 2/3 első szint. És keresem H betűvel a helyi lemez C-t. H. Elemek nézete lista. Eszközök és meghajtók elemcsoport nyitva. Helyi lemez C. Elsős. Ez mindenkinél más lehet, mert ennek a meghajtónak éppen a kötet címkéje, amivel el lehet ezt a meghajtót nevezni, az, hogy helyi lemez, de lehet ez Windows, lehet ez adatok, tehát amit megad a kedves felhasználó. Én hagytam a gyári helyi lemez címkét. Entert nyomok. Helyi lemez C. Fanézet. Elemek nézete lista. P betűvel keresem a programfájlt. P. Perflogs P. Program files 5/8. Enter. Elemek nézete lista. PM-et mit nincs kijelölve 1/36. F betűvel a Freedom Scientific mappát. F. Freedom Scientific 7/6. Elemek nézete lista. Aktivátor nincs kijelölve 1/8. Itt van az aktivátor, de azért én beillesztem ide a sajátomat. Ctrl-V-vel. Fájlok cseréje vagy kihagyása. 6 elem másolása az. Valamiért kellett egy pár egy lefelé nyilat, meg egy fölfelé nyilat nyomnom. Aztán még egy Ctrl-V-t azon kívül, amit már korábban nyomtam. Itt megint eljátszuk azt, hogy jobbra nyíl. És célhelyen lévő fájlok felülírása gomb aktív, csak olvasható. Ezt keressük. Szóköz. Freedom Scientific ablak. Elemek nézete lista. Aktivátor 1/8. Jó, Alt-F4-gel bezárom. Asztal lista, Goblet Chrome 8/26. És most próbálok meg egy újraindítást csinálni. Az NVDA-nak még az automatikus indítását
nem veszem ki. Esetleg annyit meg tudunk még tenni, hogy ha most az asztalon vagyunk, akkor megkeressük a még el nem indított Jaws-unk, Jaws 2023-nak az ikonját. Jaws 2023-26/26. És hogyha ennek altetterrel lekérjük a tulajdonságait, Jaws 2023 tulajdonságok párbeszéd panel parancsikon tulajdonságlap Jaws 2000. Akkor tabbal megkeressük a billentyű parancsot. Indítás helye. Szerke billentyű parancs. Gyors gombmenő nincs alt V. Nincs hozzárendelve most billentyű parancs. Én hozzárendelem a Ctrl Shift János betűt. Semmi más nem nyomok, csak a Ctrl Shift J-t, majd tabbal az OK-re megyek. Futtatás, megjegy, file, ikon, cser, speci, ok, gomb. És Enterrel jóvá hagyom. Hozzáférés megtagadva párbeszéd panel ezen beállítások módosításához rendszergazdai jogosultság szükséges. A művelet befejezéséhez kattintson a folytatás gombra. Folytatás gomb. És a folytatáson is van. Entert nyomok. Jan asztal lista. Jans 2023-26/26. Visszajutottunk a Jaws 2023-nak az ikonjára. Megint Alt-Enterrel lekérem a tulajdonságait, és elmegyek a billentyű parancsig tabbal. Nem másért, azért, hogy lássam, hogy elmentődött-e az általam kívánt Ctrl Shift J billentyű parancs, amivel aztán majd tudom indítani a Jaws-t, hogyha szükséges lesz. Tehát Alt-Enter. Jans 2023 tulajdonságok párbeszéd panel par indít billentyű parancs. Gyors gomb menő CTRL Shift J Alt V. Meg is jegyezte, úgyhogy itt már csak iszképet nyomok. Asztal lista. Jans 2023-26/26. És ilyen módon akár meg lehet kockáztatni azt is, hogy az NVDA-nak az automatikus indítását kikapcsoljam, hiszen úgyis a Jaws-t fogom újra elsődleges képernyőolvasóként használni. Caps Lock N-nel bemegyek az NVDA menüjébe. NVDA menü. Beállítások almenü B. Lefelé nyillal jöttem, kinyitom a beállítások almenüt jobbra nyillal. Beállítások B. Entert nyomok. Az NVDA beállításai. Általános alapértelmezett. És tabbal haladunk, amíg valami olyasmit nem hallunk, hogy az NVDA elindítása két ilyennek kell lenni, ott majd meg fogok állni. Általában beállí lehető hangjelzés lejátszás naplózás az NVDA elindítása bejelentkezés után jelölő négyzet bejelölve. Ezt most kiveszem. Szóköz nincs bejelölve. Szóközzel kivettem belőle a jelölést. Az NVDA elindítása a Windows bejelentkező képernyő használatakor rendszergazdai jog szükséges jelölő négyzet bejelölve Alt V. Ezt is kiveszem. Szóköz, nincs bejelölve. Szóköz, tehát tabbal tudtam itt mozogni, és anélkül, hogy tovább taboznék az OK gombig, Entert nyomok. Biztonsági képernyő, felhasználói fiókok fei, az asztal lista, Jans kép. A szokásos ablakot pedig Alt-I-vel reagáltam le, és most leszek olyan bátor, hogy megkockáztatok egy gép újraindítást. A Windows leállítása párbeszédpan újraindítás. Enter. Asztal list. Várjuk a Jaws-t, ha minden igaz, akkor be fog jönni, ha nem, akkor pedig behívhatom a előbb létrehozott Ctrl Shift J billentyű parancsal. Ezt egyébként érdemes mindenféleképpen megtenni talán, még ha nem is ezt a billentyű parancsot használjuk, mindenki azt használja, ami neki kényelmes. De azért, ha például úgy van ez, úgy van a Jaws is használva, mint itt nálunk, hogy két családtag is használja. Jafs telepítési varázsló párbeszéd panel. Segítsen nekünk a Freedom Scientific termékek továbbfejlesztésében, szeretne részt venni törekvésünkben, hogy továbbfejlesszük a Freedom Scientific termékeket a névtelenül küldött használati adatok által. Segítsen nekünk a Freedom Scientific termékek továbbfejlesztésében. Ezt én most leállítom, ez egy telepítési varázsló, itt sok mindent be lehet állítani. Én most nem állítok itt semmit, iszképet nyomok. Escape. Jafs párbeszéd panel. A Jafs kezdeti beállítások varázslója a Jafs sugó menüjéből a kezdeti beállítások parancsal bármikor elindítható. OK gomb. Aktiválásához nyomja meg a szóközbillentyűt. Hát akkor tegyünk így, szóköz nyomok. Szóköz.
Jó, és van már Jaws-unk. Hallható, hogy aktiválást nem kért, mert visszamásoltam az aktivátor mappát. Most fogom visszatenni a beállításaimat a helyükre. Windows E-t nyomok. Windows E. Ez a gép. Elemek nézetelista mező. Egy elem kiválasztásához használja a nyílbillentyűket. D betűvel keresem elemek a dokumentumokat, mert oda tettem a beállításokat. D. Dokumentumok. 3/11. Enter. Elemek nézetelista mező. Egy elem J, mint Jánossal keresem a Jaws mappámat. J, Javs. 7/19. Aztán Enter nyomok. Enter. Javs. Elemek nézete több választós lista mező. Nincs kijelölve 2022. Két szóköz. 2022. Itt a 2022 mappám, ebbe belemegyek. Enter. Elemek nézete lista mező. Egy elem kiválasztásához használja a nyílbillentyűket. Elemek nézete több választós lista mező. Nincs kijelölve settings. 2020. Na ez az, ami ahonnan már minden kell, tehát ezt kijelölöm. Szóköz. Settings. Nyomok egy Ctrl A betűt. Kijelölve. Settings. Ctrl C. Kijelölés másolása a vágólapra. Tehát Ctrl A-val mindent kijelöltem, Ctrl C-vel mindent a vágólapra tettem, és megkeressük megint a jól ismert százalék app data százalékkal a saját beállítások mappánkat. Ctrl L. Cím kombinált szerkesztőmező. C2.backslash user. Tehát shift-ötössel százalék. Százalék. A. Aladár. Péter. P. Péter. Dénes. Aladár. D. A. Tamás. Aladár. T. A. Megint egy százalékjel. Százalék. Enter. Enter. Elemek nézete több választós listamező. Nincs kijelölve a BBYY. F betűvel. Freedom Scientific mappa. F. Nincs kijelölve Freedom Scientific. Enter. H. Enter. Elemek nézete listamező. Egy elem kiválasztásához használja a nyílbillentyűket. Elemek nézete több választós listamező. Nincs kijelölve Javs. 2022 október. Tehát kijelölöm szóközzel. Szóköz. Javs. Enter nyomok. Enter. Elemek nézete listamező. Egy elem kiválasztásához használja a nyílbillentyűket. Elemek nézete több választós listamező. Nincs kijelölve 2023. 2022. A 2023-at is kijelölöm. Szóköz. Szóköz. 2023. Enter. Enter. Elemek nézete listamező. Egy elem kiválasztás. És beillesztem Ctrl-V-vel. Beillesztve a vágólapról. Fájlok cseréje vagy kihagyása. Fájlok cseréje vagy kihagyása. 16 elem másolása az E2022 helyül az E2023 helyre megszakítva 0% kész. A célmapában már létezik ugyanilyen nevű négy fájl. Célhelyen lévő fájlok felülírása gomb. Aktiválásához nyomja meg a szóközbillentyűt. Ezen van alapból, tehát hogy célhelyen lévő fájlok felülírása, szóköz. 2023 elemek nézete több választós listamező. És lássunk csodát, visszajött az összes beállításunk, visszajött a jó öreg Profivox hangunk, én ezt nagyon szeretem, nem is nagyon használnék mást. Alt-F4-jel bezárom, nyomunk egy insert szóközt, fogunk hallani egy pittyenő hangot. Szóköz. És F4-et nyomok, csak sima F4-et. Javs, asztal, mappa nézet, lista nézet, berkó. Tehát az insert szóköz F4-gyel lehet úgy újraindítani a Jaws-t, hogy akkor most már teljesen át tudta venni a beállításokat. Nézzünk insert J-vel egy Jaws menüt. Javs helyi menü, B, beállítások almenü, B. És most már minden úgy van, ahogy én hagytam. A beállítások almenüt jobbra nyíllal kinyitom, mert még annyit érdemes ellenőriznünk, hogy a Jaws automatikus indítása az be van-e kapcsolva, hogyha valakinek kell. Tehát beállítások almenüre jobbra nyíl. Alapbeállítások pont 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 a. Az alapbeállításokra viszont egy Entert kell nyomni. Kilépés a menükből. Alapbeállítások párbeszéd panel. És itt tabbal elmegyünk addig, amíg meg nem halljuk, hogy a Jaws automatikus indítása. Hívó be a Javs automatikus indítása pont 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 gomb alt plusz u.
Szóköz. A JAFS indítási beállításai párbeszédpanel. A JAFS indítása bejelentkezéskor jelölő négyzet nincs bejelölve. Alt plusz B. Bejelöljük, mert hogyha ezt nem jelölöm be, akkor a bejelentkező képernyőn, ahol esetleg sok mindenkinek jelszót kell majd megadni, ott nem fog beszélni. Bejelölöm szóközzel. Bejelölve. Tabbal megyek tovább. A JAFS indítása bárki bejelentkezése után jelölő négyzet nincs bejelölve. Alt plusz J. Ha ezt bejelölöm, akkor a később létrehozott felhasználói fiókoknál is mindenkinél automatikusan el fog indulni a JAWS. Szerintem ez nagyon ritka esetben szerencsés, akkor, hogyha mondjuk két vakember, akinek szüksége van a JAWS-ra, vagy két látássérült ember, használja csak a gépet, akkor ezt be lehet jelölni. Egyébként nem szerencsés, mert hogy van nekünk itt tabban még egy következő beállításunk. A JAFS indítása adott felhasználó bejelentkezése után kombinált listamező soha 2/3 alt plusz F. Ez a JAWS indítása adott felhasználó bejelentkezése után, ez tulajdonképpen a mostani felhasználói fiókra vonatkozik, tehát amivel most be vagyunk jelentkezve. Én itt szoktam átállítani a kombinált listából kiválasztva a mindig lehetőséget, és akkor ez annyit csinál, hogyha van két felhasználói fiókunk, akkor a sajátomban mindig elindítja a JAWS-t, bejelentkezés után a feleségemében például ott nem. Mindig. 1/3. Fölfelé nyilat nyomtam. Meg vagyunk ezzel. Enter. Alapbeállítások párbeszéd panel. A JAFS automatikus indítása ... gomb. Alt plusz U. Felhasználói fiókok felügyelete párbeszéd panel. Engedélyezi, hogy ez az alkalmazás módosításokat hajtson végre az eszközön. Ezt most nem hallgatjuk végig. Alt I-vel engedélyezem. Most nem mond semmit, de kilépünk az asztalra. Keresőmező, szerkesztőmező. Jó. Megpróbálok alt-tabbal visszalépni a JAWS beállításai közé. Alapbeállítások párbeszéd panel. A JAFS automatikus indítása ... gomb. Alt plusz U. És akkor itt tabbal tovább haladva, most már csak annyi dolgunk van, hogy leokézzük a beállításokat, és végeztünk is. Megerősi automatikus JAFS virtuál billeny Windows gomb. Alt plusz O. Enter. És készen is vagyunk. Annyit érdemes még megtenni, ha már így benne vagyunk egy kicsit a haladóbb témában ma, hogy érdemes a számítógépeken a gyorsindítást kikapcsolni. Én nem fogom ezt sem megkeresni a gépházban, hanem megint a futtatás ablakot fogom használni. Behívom a futtatás ablakot, Windows plusz Robert billentyűparancsal. Futtatás párbeszéd panel. Adja meg a program, a mappa, a dokumentum vagy az internetes erőforrás nevét, és a Windows megnyitja azt. Megnyitás, kombinált szerkesztőmező. És itt behívok egy parancsorablakot, beírom a CMD, tehát command, mint parancs. CMD. És alkalmazok egy kis trükköt, megnyomom a Ctrl Shift Enter billentyűt, ami azért kell, hogy ez a parancssor, ez majd rendszergazdai módban nyíljon meg. Felhasználói fiókok felül. Microsoft Windows version 10. Alt I-vel jóvá hagytam. Nézzük egy Enterrel, hogy mit ír ki a parancssor. C. / Windows / System 32. Ebből már lehet tudni, hogy ez rendszergazdaként van nyitva, és használok egy olyan parancsot, hogy power, tehát Péter, Olga, W, Elemér, Robert, power, P, O, W, E, R, Cecil, Ferenc, Géza, C, F, G, szóköz, szóköz, power, C, F, G, ez így egybe van, utána van a szóköz, egy perjel, per, H, mint Hedvig, H, szóköz, szóköz, és egy off, mint kikapcsolás. O, F, F, Enter. C, / Windows / System 32. Visszajelzést nem kaptunk.
de azért elvégezte a beállításokat. Exit-tel kilépünk innen a parancsorból. EIT, asztal, mappa nézet lista. Ezzel az újratelepítéssel, tehát ezzel a fajta JAWS telepítéssel nekem nagyon-nagyon ritkán vált át angol beszédhangra, az Eloquence beszédszintetizátorra. Sokan keresnek meg a VGK ügyfelei közül azzal, hogy angol kiejtéssel mondja a magyar szöveget. Ilyenkor nem kell mást tenni, ha esetleg ilyen előfordulna, mint hogy a Ctrl Insert S-et megnyomjuk, meg is teszem. Hangprofil kiválasztása, párbeszéd panel, alapértelmezett, kombinált listamező, Profivox 3. Most ez van bejelölve, de ez egyébként, ha angol kiejtéssel hangzik el, ez a hangprofil kiválasztása, ez egy kezdő felhasználót nagyon meg tud lepni, nagyon zavarba tud hozni, és itt mást nem kell tennie az illetőnek, mint hogy a P betűvel a Profivoxot kiválasztani, nyomni egy Entert, és elméletileg, ha máskor nem, egy újraindítás után, gép újraindítás után már megoldódik ez a probléma. Nekem ez a hiba úgy, hogy a JAWS-nak minden összetevőjét letörlöm, plusz kikapcsolom Windows-ban a gyorsindítást, ahogy mutattam az előbb, nem nagyon szokott előjönni, nincs a JAWS-ommal semmi gond. Ajánlom mindenkinek, hogy próbálja ki, hát ha neki is segít. Én ennyit szerettem volna mai napra. Érdemes elolvasni az infoalap.hu-n oldalon kint levő hírek között a JAWS-nak az újdonságait, és a súgóban ki is próbálni ezeket az újdonságokat, sok hasznosat tudunk meg. Remélem, hogy mindenkinek öröme lesz ebben az új JAWS-ban, én is kíváncsian várom. Remélem, hogy ennek a segédletnek mindenki hasznát vette. Próbálják ki, remélem mindenkinek hasznára lesz. Írjanak nekem a berkonorbertkukac@vgke.com e-mail címre, ha elakadnak, segítek. Nem biztos, hogy ezt mindenki be tudja vállalni, nem biztos, hogy ennek érdemes így egyedül nekiállni. Ha valaki érez magában bizonytalanságot, inkább ne tegye, írjon nekem berkonorbertkukac@vgke.com, és ahogy csak lehet segítek, ha megadja a telefonszámát, vissza is hívom, hiszen ezért vagyok a VGK-nél alkalmazásban. Illetve, hogyha tetszett ez a videó, akkor a tetszik gomb megnyomásával jelezzék ezt számunkra, iratkozzanak fel a VGK YouTube csatornájára, és osszák meg ezt a videót barátaikkal, ismerőseikkel. Viszontlátásra!